Boldog húsvétot! Te is, Lexi? Boldog húsvétot! Én vártam a húsvétot, hát ezért is ugye, hát lények a locsolók, ugye húsvét, meg szülinapom is ugye ma van. És hát nekem ugye ez a kedvenc ünnepem a karácsony mellett. Hát ugye nem, hát úgy értve, hogy nem hervadnak el a lányok. Nekem ez az első ilyen locsolásom, ugye. Nem vagyok annyira izgulós, de izgulok most. Az össznépi locsolás nem új keletű a településen, még a Covid előtt kezdték el, azóta pedig, ha a körülmények engedik, rendre útra kelnek. Már készülünk több hónappal előtte, a gyerekek most vannak újak is, picik is, majd látni fogjuk, picik is jöttek, és szeretnénk, hogy legyen akinek továbbadni, továbbvinni a hagyományokat. Mondjuk nagyon nehéz a mai rohanó világba összeszedni, szülők nem érnek rá, ottól a gyerek jönne, szülő nem tud segíteni, ahol gyerek is olyan, hogy kicsit ugye noszogatni kell őket, mert ugye ez a bezárt világ, meg mondom, a Covid is rátette azért erre a kicsit a bélyegét, hogy nehezen mozdulnak ki az emberek, sokan visszahúzódottabbak lettek mi egymás, úgyhogy nem könnyű, na. De Istennek hála, hogy összetudtunk szedni csapatot, és tényleg a gyerekek is szívvel, lélekkel, mondom már hónapokkal ezelőtt elkezdtük a felkészülést, verset tanultak, énekeket tanulnak, és na, én azt merem mondani, hogy lesz belőlük, van jövője ennek, és fogjuk vinni, és szeretnénk is, hogy legyen, mert ugye az országban is már nagyon kevés van, nem is nagyon hallunk. Hollóházan ugye ott csinálják, ott még ugye hagyományok miatt, meg mit tudom én, de itt azért faluhelyen szép. Meg hát ugye mi bukovinai székelyek vagyunk, itt élt ez mindig is, ez a hagyomány létezett, és szeretnénk, hogy tudják a jövőben is meg, hogy ilyen van, létezik, és na, mégis legyen akinek továbbadni. Mint az Balogh Tibor elmondta, évről évre készülnek, próbálnak folyamatosan fejlődni és gyarapodni. Ez úgy történik a dolog most, ugye itt van a gyülekező, összeállunk, és vannak a gyerekeknek osztálytársak, barátok, barátnők. Most régebben úgy történt, hogy ugye volt a 20 évesek is, már serdülők, meg minden, és akkor ott kezdődött velük a barátnők locsolásával. Most a kicsik meglocsolják az osztálytársokat, barátnőket. Aztán vannak bizonyos pontok a faluba, hogy összeszerveztük a dolgokat, hogy lesznek ilyen pontok, ahova megyünk locsolni, ahol több gyerek van. És akkor ugye hagyomány szerint vödrös, hogy már Kölni ugye az már luxus, akkor vödrökkel, és hát ugye fölkészültek a lányok is, tudják meg, hát amit mondtam is már, több éve megy a dolog, és most úgy hozzuk össze a színeket, hogy mindenkinek jó legyen. Ugye az időhöz is kicsit viszonyulunk, hogy most Istennek hála, nagyon jó idő van, tavaly mínusz volt szinte áprilisban, de megoldottuk azt is, akkor ugye langyos víz, meleg vízzel locsoltunk, aztán sikerült, hogy semminek a rovására nem menjen a dolog. Bab Domonkos Ponyhád Majosról érkezett az eseményre, nem ismeretlenül, hiszen már hosszú évek óta dolgozik együtt a Nótás Brigáddal. Én egy szomszédfaluból való vagyok, Majosról, és jó néhány év ezelőtt megkerestek a barátaim. Konkrétan egy barátom, hogy van itt egy ilyen nótás kedvű fiatal csapat, aki addig nótázgatott, de most már szeretnének népdalokat is tanulni, és akkor ezért kértek meg engem, de persze nagyon szívesen vállaltam. Elkezdtünk népdalokat tanulni, elsősorban a bukovinaiakat, hiszen a bukovinai népcsoport vagyunk, ezt bizonyára tudják. Aztán szépen más erdélyi tájegységekre is átmentünk, kezdtünk tanulgatni, és már egész jól haladtunk. Sajnos a Covid az kicsit betett ennek, de most frissítettük tavaly az egészet, és most megint itt vagyunk, és várjuk már, hogy mehessünk.
és nagyon sokan vannak, most látom, olyanok is vannak itt, akik nem, amúgy ének, úgynevezett énekpróbák vannak, ahol a fiatalok, most már kicsi gyerekek is tanulják a nótákat, népdalokat, és azzal megyünk a lányos házakhoz. Ez egy ilyen megtervezett, megbeszélt program, és nagyon szép hagyomány. És elsősorban a Kajtár Jani, aki nagyon oda teszi ezért magát, és nagyon-nagyon szívén viseli, hogy menjen ez a dolog, és próbál mindig toborozni újakat, és úgy látom, hogy sikerül is. Ő maga hegedűn kíséri végig a falun a locsolókat. Már odafele is, a házak fele is már énekelgetünk a szekéren, vagy aki nem fér fel, az a szekér mögött. Mielőtt odaérünk, akkor egy ilyen megtervezett nóta van, ami a lányokról szól, azt elénekelik a gyerekek, apukák, és ott lesz egy locsolás. Mindig nagyon szép, ügyes kínálat van, ahova elmegyünk. Nem azért, mint hazon múlna, de látszik, hogy a fogadók is épp olyan szívesen tartják ezt a hagyományt, mint ahogy a locsoló gyerekek felnőttek. Mint azt elmondta, roppant fontosnak tartja, hogy a gyökereket és a valamikori szokásaikat ápolják. Azért fontos, hogy a hagyományaink, ez őseink hagyományai, főleg Székelyföldön még ma is nagyon tartják. Ugye Bukovinából onnan jöttünk, ott nincsenek már magyarok, székelyek, de Székelyföldön nagyon erős hagyománya van ennek, és még ma is tartják. Nagy csoportokban mennek, zenészekkel, táncolnak. Nagyon komoly locsolásokat láttam én vödrökkel, azt hiszem itt is úgy lesz, és ezért tartom fontosnak, igen, hogy a népcsoportunk a hagyományainkat élje meg. A brigád apraja nagyja kivette a részét a locsolásból és dalolászásból is. A népviseletbe öltözött lányok izgatottan várták, hogy végre megérkezzenek a locsolók, és megbizonyosodjanak arról, hogy egyelőre nem fognak még elhervadni. Köszönöm szépen!